Itt a híradó, köszöntöm Önöket! Több mint 20 lelkes kerékpáros gyűlt össze a Perut stadionnál vasárnap, hogy részt vegyen a pápai rendőrkapitányság által szervezett kerékpáros emléktúrán. A közúti balesetek áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett városi túra nem csak az emlékezést, hanem a figyelemfelhívást is célozta. A kerékpárosok az alsóvárosi temetőben gyújtottak gyertyát az elhunytak emlékére. Láthatósági mellény kerékpáros bukós isak. A túrán résztvevő bicajosok igyekeztek ezekkel a kiegészítőkkel és a kötelező tartozékok meglétével is felhívni a figyelmet a kerékpárosok biztonságos közlekedésére és láthatóságuk fontosságára. A kerékpáros társainknak szeretnénk felhívni a figyelmét ezzel az emléktúrával arra, hogy a kerékpárosok is tehetnek a saját biztonságuk érdekében azzal, hogy megfelelő ruházatot választanak, illetőleg megfelelően kivilágítják a kerékpárjukat. A túra a Perut stadiontól indult. A kis csapat hol kerékpárúton, hol az úttesten haladt végig, egészen a külső Veszprémi úti pihenőig. Az útnak zöme az védett útvonalon, kerékpárútvonalon zajlik. Hál' Isten pápa elég jól el van látva kerékpárutakkal. Ugyanakkor több helyen a kerékpárutat gyalog átkelő hely szakítja meg, ahol viszont ugye a kerékpárról le kell szállni és át kell tolni a kerékpárt. Ez nagyon fontos, azt gondolom, nem csak a gyalogosok védelme érdekében, hiszen a gyalogosok biztonságát is kockáztatja az a kerékpáros, aki a gyalogosok között kerékpározik, de a saját biztonságát is, hiszen a gépkocsi vezető, aki a gyalogátkelő helyet megközelíti, nem kell, hogy számítson arra, hogy akár 20 km/h ott egy kerékpáros fog áthaladni. A fordulónál teával kínálták a szervezők a bicikliseket, és itt tartották az ajándéksorsolást is, melyen Klaus Anna Mária nyert egy közlekedésbiztonsági kiegészítőket tartalmazó ajándékcsomagot. Miért csatlakozott a kerékpáros emléktúra csapatához? Több oka is van, egyrészt szinte napi szinten kerékpározom, közlekedési eszköz, illetve sporteszköz is számomra, illetve másik fontos ok, amiért ma csatlakoztam, hogy több mint 10-11 évvel ezelőtt édesapámat kerékpárral elütötték munkából hazafelé menet, súlyos maradandó sérüléseket szenvedett, és ezért nekem fontos volt, hogy itt ma részt vegyek. Anna Mária számára fontos a biztonság, és tudja, ezért neki is tennie kell. Sötétben a láthatósági mellény nekem nagyon fontos. Én érzem magam tőle biztonságban, nem azért, hogy ez kötelező, hanem nekem fontos. Az emléktúra résztvevői immár sötétben hajtottak vissza az alsóvárosi temetőhöz, ahol a Mindenki keresztjénél a pápai történelmi egyházak képviselőinek gondolataival emlékeztek a balesetben elhunytakra, majd mécses gyújtottak az áldozatok emlékére. November 18-án adták át Veszprémben a megyei Prima díjakat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Veszprém megyei Prima díj Alapítvány közös kuratóriuma 12. alkalommal ítélte oda ezt az elismerést, most is több kategóriában. A közönségdíjat ezúttal pápai kötődésű jelölt Horváth Adrián kapta. A kuratórium célja, hogy a Prima díjjal elismerjék a területükön kimagasló tevékenységet felmutató szakembereket. A Vállalkozók Országos Szövetsége minden megyében és az országoshoz hasonlóan meghirdet a Prima díjat, 10 jelentkezőből választják ki a 3 Prima díjast, plusz ugye a újságolvasók, tehát a megye lakossága szavazhat egy emberre, és én a 10-ből voltam az, aki a közönségdíjat megkaptam. Horváth Adrián, Pápaváros fúvózenekarának karnagya, a Refi zenetanára, zeneszerző, magasan nyerte a közönség szavazást. Az összes beérkezett 2600 voks közül 1149, tehát közel a fele, az ő nevére érkezett. Ez a díj tulajdonképpen egy kicsit megerősítése abban, hogy talán elismerik azt, megszeretik azt, amit én megpróbálok csinálni, és ez mind szerintem a fúvózenekarra, mind akár itt a gimnáziumban, akár más egyéb tevékenysége egy kicsit visszajelzés számomra, hogy amit csinálok, azt megbecsülik, és nem hiába csinálja az ember. A díjátadón minden Prima díjas bepillantást engedett saját szakterületébe, előadással, bemutatóval. Horváth Adrián Pápaváros fúvózenekarát vezényelte, a Concerto d'Amore-t és Cohen Halleluja című dalát játszották. Ez utóbbit Horváth Adrián hangszerelte.
közel 120 ezer forintot nyert egy népszerű multinacionális cég pályázatán a Csókai óvoda. Az intézmény az őszi hagyományos egészséghetét idén a társaság támogatásával szervezhette meg. A programba, melyben termékbemutató, közös aerobik, egészséges ételek kóstolása és szűrővizsgálatok is szerepeltek, a szülőket is bevonták. A gyerekek barkácsoltak, zöldségből, gyümölcsből faragtak figurákat, és persze finom gyümölcssalátát is készítettek. A Csókai óvoda őszi egészséghete. Ebben az esztendőben a táplálékkiegészítőket és kozmetikumokat gyártó és forgalmazó Forever cég segítségével valósulhatott meg. Az intézmény a cégtől 116.500 forintot nyert el pályázaton. A hétfőtől péntekig tartó egészséghéten sokféle programot kínáltak a gyerekeknek. A hétfői napon a fogorvos bácsi járt itt nálunk szokásosan, hagyományosan, a gyerekek fogazatát ellenőrizte. A védőnéni foglalkozása ugyanerre irányult, a nagyfoggal, nagyfogkefével gyakorolhattak a gyerekek, kisfilmet nézhettek a tisztálkodás témájában. Minden keddünk gyümölcsnap, tehát a keddi nap meg erről szólt. A hét utolsó napján pedig egy igazi családi játszó délután szerveztek, szűrővizsgálatokkal, egészséges ételek kóstolásával, mozgásos játékokkal és termékismertetővel. Egy kicsit szeretnénk ráirányítani a figyelmet az egészségünkre, ha már nincs meg, annak megóvására, helyreállítására esetlegesen. Erről szól ez a mai nap, hogy mit tehetünk azért, hogy egészségesebben éljünk. A gyerekek erről már nagyon sok mindent tudnak, több pici oldalról megközelítve. Ez a délután talán megerősíti majd az ismereteiket, és így a szülővel együtt játszva reméljük, hogy mindenki jól érzi magát. A programban a Farkasgyepűi Egészségfejlesztési Iroda is bekapcsolódott. A játékos foglalkozásokon és egészségfejlesztési tanácsadásokon túl ők hozták a gyümölcsöt is a rendezvényre. De a Gróf Eszterházi Kórház dolgozói is részt vettek a programban, valamint a multinacionális cég is hozott termékeket az eseményre. A gyerekek közben alkottak és barkácsoltak. Azok a résztvevők, akik az összes helyszínt bejárták, a délután végén gyümölcssalátát és 100%-os ívólevet kóstolhattak. Pápán tartott előadást tegnap este Pál Feri atya. A népszerű katolikus pap és mentálhigiénész szakember a zsúfolásig megtelt színházteremben a Szorongástól az önbecsülésig címmel mondta el gondolatait a tőle megszokott humoros stílusban. A felmérések szerint a magyar társadalomban sokakat érintő probléma az önbecsülés, az önbizalom hiánya, mely kapcsolatainkra, munkánkra, egész életünkre negatív hatással lehet. Az önbecsülés azonban fejleszthető, tudtuk meg a programon. A talán legnépszerűbb hazai katolikus pap tavalyi előadása után most ismét találkozott a pápaiakkal, és arról beszélt a tőle megszokott élvezetes stílusban, hogy a szorongásaink, aggodalmaink rettenetesen megkeseríthetik az életünket. Hiába szeretnénk fejlődni, zavaraink akadályoznak minket kapcsolatainkban, és esetleg még a munkánkban is. Amikor akadozik az élet bennünk és körülöttünk, amikor azt gondoljuk, hogy nem vagyunk rendben, éppen akkor van szükségünk az önbecsülésre. Az önbecsülésen múlik az is, hogyan tudunk kijönni életünk nehézségeiből, válságaiból, mondta az előadáson Pál Feri atya. Ahol reálisan pozitív önbecsüléssel rendelkeztek a személyek, családok, párok, ott a nagyon nagy válságból is ki tudtak jönni. És ahol ez az önbecsülés nem volt, egy sokkal kisebb nehézség is maguk alá temette őket. S hogy mi is valójában az önbecsülés? Az, hogy szívesen vagyok magammal, hogy érdeklem magamat, hogy nem untatom magam, hogy biztonságban tudom érezni magamat magammal, hogy tetszem magamnak. Vagyis az önbecsülés egy alapvetően pozitív érzelmi viszony saját magammal. Az önbecsülés azt jelenti, hogy benne vagyok az életemben, és köszönöm szépen, jól vagyok, fogalmazott a szakember. Tulajdonképpen önbecsülés hiányában folyton-folyvás kisebb-nagyobb szorongásokat élünk meg, és az van bennünk. Tulajdonképpen én tudom, hogy béna vagyok, vagy szerencsétlen, vagy alkalmatlan, legalább ne derüljön ki. Az önbecsülés megszabadít a szorongásoktól és az aggodalmaktól, és lehetővé teszi, hogy lelkileg egészségesen és békében éljünk, hangsúlyozta a programon az előadó.
Idén rendhagyó lesz az adventi programsorozat a városban. Ebben az évben a négy adventi vasárnapon négy különböző helyszínen várják az érdeklődőket a szervezők. Az első családi délutánt az Eszterházi kastélyban szervezik. A bronz, ezüst és aranyvasárnapi eseményeknek a Kékfestő Múzeum, a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Huszár Közösségi Ház lesz a helyszíne. November 27-én délután 3 órától kézműves foglalkozással és sok játékkal várják a gyerekeket és felnőtteket az első adventi hétvégére az Eszterházi kastélyba. A sokszínű rendezvényen a vendégek bepillantást nyerhetnek az intézmény életébe is. 16 órától zenés színpadi produkciók szórakoztatják a közönséget a kastély előtt felállított sátorban. Fellépnek a Tókerti Ovisok, a Nyugdíjas Egyesület énekkara, a Tapolcafői Forrásnépdalkör és Horvátné Hollendszer Anita. Itt a kastélyban pedig játékkal várunk mindenkit. A gyerekeknek, illetve szüleiknek kézműves játszóház lesz 4 helyszínen. Úgy gondoltuk, hogy reméljük, hogy mézes kalácsot mindenki fog sütni otthon, úgyhogy mi karácsonyi vendégváró linzerrel fogunk erre a sütésre most készülni, lekváros linzert lehet sütni. De készül a kézműves foglalkozáson karácsonyi asztali dísz, csoki tartóhóember, valamint csengettyű karácsonyfadísz is. A gyerekeket is, illetve a szüleiket, amíg ők barkácsolnak, egy játékra invitáljuk a kastélyba. Különböző helyszíneken kapott információk alapján kell egy feladatlapot kitölteni, és azt leadók és helyesen kitöltők között pedig értékes kastélyos nyereményeket fogunk kisorsolni. Ez a játék több helyszínen zajlik, többek között a Marionett Báb Színházban, a Nemcsics kiállításon, a Keleti Toronyban vagy az Új Terepasztalnál. Erre a játékra nem kell belépőt váltani, ez azt jelenti, hogy ezeken a helyszíneken végig lehet sétálni, jól meg kell oldani a feladatokat, és akkor pedig értékes kastélyos nyereményeket lehet nyerni. Az igazán nagy nyeremény szerintem az lesz, akinél azt sorsoljuk ki, hogy a kastély jövő évi programjaira nyer 4 fő részére belépőt. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak. Ők kiszínezhetik a kastély papírral felragasztott falait. Az első adventi vasárnapon az adventi hátteres barokkfotózás és a legóasztalos játszóház 50%-os kedvezménnyel vehető igénybe. Szerencsére holnap is sok napsütésben lesz részünk, jöjjön az időjárás jelentés. Az éjszaka képződő köd napközben a legtöbb helyen a déli órákra fel is oszlik, és a gyengén felhőség mellett továbbra is sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. A délkeleti szél megélénkül, a Kisalföld térségében meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul, de a nyugati határnál 6-7 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9 és 14 fok között valószínű, a tartósabban ködös részeken azonban csak 7-8 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!